Köszöntöm kedves nézőinket, itt az Alba Ligában egy érdekes külön mérkőzés következik az elkövetkező 50 percben. A Sárépszer Kft. És a Pasa Kebab Dávid Kis Kft. Összecsapását láthatjuk majd. Ez a találkozó 19. forduló keretében zajlik. A negyedik helyezett játszik a hetedikkel, a negyedik jelen pillanatban a Pasa Kebab Dávid Kis Kft. És a hetedik a Sárépszer. A Sárépszert látjuk majd piros-fekete felsőben, fekete-fehérben pedig az ellenfél a Pasa Kebab Dávid Kis Kft. Nézzük a csapatok összeállítását, hogyan állnak fel erre a meccsre. A Sárépszer papíron ugye a pályaválasztó itt a főnézőgrundon. Náluk egyessel Hantos Ferenc, miközben egy helyzet kezdett kialakulni, és egy lövés is van, de van védés is. Szóval egyessel Hantos Ferenc, ő védett, most 11-essel Maier Dávid, 10-essel Arany Dávid, 5-essel Varga Jenő, 4-essel Kovács Tibor Dávid, 3-assal Mrázik Balázs és 8-essel Vakler Gábor. A másik oldalon, vagyis a Dávid Kis Kft-nél 18-assal Szabó Norbert, 6-ossal Sinka Rajmund, 2-essel Seffer Ádám, 8-essel Balogh László, 5-össel Leiber Tamás, 10-essel Balogh Zoltán, 3-ossal Balogh Tibor, tehát 3 Balogh a csapatban, 9-essel Nyakas István és 11-essel Tóth Róbert. Ez tehát az összeállítása a fekete-fehéreknek. Ami a két csapat eddigi szereplését illeti, hogy említettem, a Pasa Kebab Dávid Kis Kft. 16 mérkőzés után a negyedik helyen áll a tabellán, ami azért nem egy rossz helyezés, a dobogóért küzd mondhatni a csapat. Ilyen pillanatban 6 pont a hátránya a harmadik Masterplasttal szemben. A Pasa Kebab Dávid Kis Kft. Eddig ebben a szezonban 16 meccsen 8 győzelem, 2 döntetlen és 6 vereség, ez a mérleg. 68 rúgott és 44 kapott gól. A 68-ra hívnám fel a figyelmet, ez a második legtöbb a bajnokságban jelen pillanatban. A Bádogos, a listavezető Bádogos lőtt a legtöbb gólt, szám szerint 94-et, tehát ők azért kiugróan sokat lőnek és termelnek. 26 pontos a Pasa Kebab Dávid Kis Kft., amely 4 ponttal áll a Sárépszer előtt. Ugye a különbség a csapatok között 4 pont és 3 helyezés, hiszen 7. a Sárépszer. Ők eddig 6 győzelmet, 4 döntetlent és 7 vereséget könyvelhettek el 17 meccsen, tehát még nem voltak szabad naposok, ők egy meccsen többet játszottak, szóval azért ez a 4 pont az egyel több lejátszott meccs miatt egy picit több talán, a vesztett pontokat tekintve nagyobb a különbség a csapatok között. Ahogy említettem, a Sárépszer 6-4-7-es mutatóval áll, 57 rúgott, 58 kapott gól, 22 pont, így hetedik a csapat. Mínusz 1-es gól különbséggel kezdték ezt az összecsapást. Tehát, ami érdekes lehet, hogy a két legjobb gólvágó hiányzik mind a két oldalon. A Sárépszernél Fodor Krisztián, aki 17 alkalommal talált be, nincs itt és hiányzik. A másik oldalon Kovács Norbert, aki 13 gólos. Szóval azért az ő hiányukat majd valahogy meg kell oldaniuk a csapatoknak, a többieknek kell átvállalniuk a góllövő formát. Nem sikerül kihámozni a kapu elől a Pasa Kebabnak. Keresztbe jött labda, nem volt jó, nem volt érkező ember, elengedték a piros mezesek, bedobás következik. Nem jutott messzire ez a bedobás, hiába volt nagy, jól helyezkedett a fekete-fehérek 6-os számú játékosa, Sinka volt az, aki visszabólintotta, majd meg is kapta most a labdát. Balogh Tibor, Sinka. A szabad rúgás egyértelműen, volt egy kis mezrángatás is, de előtte már egyértelműen szabálytalankodtak a meglódló Sefferrel szemben. Maier Dávidot lett a szabálytalannak a játékvezető, és van bőven jelentkező a szabad rúgásra. Hárman voltak, aztán most már csak ketten maradtak ott, Sinka, illetve Seffer Ádám. Ne nézzük, majd ki fogja előni, a párok megvannak a kapu előtt, hiszen ketten állnak a labda mögött, ketten a sorfal van. Többieket elosztották a védők. Egy legurítás a lövés mellé, nem volt rossz elképzelés. Az irányzékkal akadt egy kis probléma. Elment a labda kapu előtt keresztbe. Az épp hozzáért a plafonhoz. Az előbb egyébként rámondtam, hogy a Balogh László volt az, aki rásuhintotta végül a labdát. Az 5. percben járunk, 0-0 egyelőre a Sárépszer
és a Pasaki Adán kis Kft. Meccse. Teljesen visszahúzódott a sárépszer a saját térfelére, úgyhogy már nem nagyon tud kicsalogatni egyelőre az ellenfél a csapatot. Járatja labdát a Pasa Kebab. Ugye különösebb eredmény nélkül, a felívelés sem hozott eredményt, sőt most a sárépszer próbálhat lefordulni, és ők is visszapasszolják, úgyhogy kezdik előről. Az ívelés nem volt jó. Nem lett volna rossz az a refordulás, de aztán mire kimondtam volna, addig a Balogh Zoltánról kiment a labda. Jöhet megint a sárépszer, ők a hosszú ívelésekben bíznak, de ezt most remekül fülelte le Balogh László. Aztán egy technikai hiba. Jöhetnek a pirosak. Kovács lőtt bölibe. Balogh már. Balogh Tibor. Balogh László belelépnek, dobhatnak a feketék. Szép! A lövés nem sikerült jól. Balogh Zoltán durrantotta rá, de az a tovább pörgetett labda szép volt, és bizony meg is lett belőle a lövő helyzet, az más kérdés, hogy nagyon veszélyes, nem sikeredett a dolog. 7. perc, 0-0, az biztos, hogy a találkozónak jót tenni egy gól. Kapu előtt lefülelte. Balogh László labdát, hogy egyelőre korlátlan úrott a saját kapuja előtt, ez a lövés viszont nagyon gyenge, a másik oldalon Balogh Tibor durrantotta fölé. Az jó lehet, nagy harcos volt a pirosak támadója. Marga Jenő küzdött meg a labdáért, de végül nem lett belőle helyzet. Balogh László teszi tovább, vagy tette tovább Seffer, illetve Sinka, elnézést, nem Seffer volt ez. Seffer most kapja a labdát. Picit elcsúszott a pirosak védekezése, de nem volt gond, nagyon sok a hiba egyelőre a meccsem. Wachtler. Jobban járt volna a lövi. Nem volt jó bedobás. Az viszont szép mentés. És szépen is fordítja ki a labdát, a veszélyes helyről rázik. Szabadrúgás lesz, oda léptek a lövő játékosnak, Seffernek. Jó helyről jár ez a szabadrúgás, azért egyenlőre azt elmondhatjuk, hogy egy árnyalatnyival többet kezdeményez a Pasa Kebab Dávid kis Kft. A sárépszer. Azért kevesebbet van a labda, hogy próbálják felívelni, de abból nem sikerült veszélyt teremteni, igaz a másik oldalon sem találtak kaput nagyon a lövések. 9. perc. Nézzük a szabadrúgást, elakad a sorfalban. Az indítás viszont nem jó. Nem érhette el a Mayer. Kirúgás. Az induló cseh, jó a lövés is, az szép volt. Na, ez már veszélyes volt, Mayer Dávid szúrta rá, és bizony kapaszkodni kellett Szabónak, a kitolta oldalra szögletre. Jó a szöglet, mi maradt ki? Wachtler jött a rövid sarokra, 10. percben két sárépszer lehetőség. Centikkel ment a kapu mellé Wachtler közeli lövése, jól mozdult el a védőtől. Ilyet a
Sárépszer megint egy dobással. Mayer, az kéz. Szabadrúgás kifelé. Seffer indul el, jó, opá, aztán elcsúszik, de megmenti. A szép, de hosszú. Vaklev. Egy fejes haza. Csak egy a sárépszer. 11. perc, sajnos egyébként nem túl magas színvonalúan megy, se rengeteg a hiba mind a két oldalon. És bizony ezek jóval több helyzetre lehetett számítani. Arra mondjuk azt lehetett várni, hogy kiegyenlített a meccs lesz, ugyanis ősszel sem bírtak egymással a csapatok. 3-3 lett az őszi bajnoki még november 14-én, úgyhogy 2-2 volt a szünet, tehát nem tudták eldönteni még a félidőt sem, egyik félidőt sem. Akkor a Pasából Rózsa, Balog, illetve Nyakas voltak a gólszerzők, a másik oldalon Osgyán, a Mayer és Fodor. Balog László. Balog Zoltán. Kezdi előről az építkezést a Tasa Kebab Dávid kis Kft. Ilyen volt jó a passz. Viszont mire fordulna már le Varga Jenő, addigra már ott vannak hárman, úgyhogy nem tud belőle komoly helyzetet kialakítani. 13. perc, tehát most már a felénél járunk az első félidőnek, gól nélkül. Seffer. Vaklev bólintja vissza, és megvan a labda levétel is végül, ha nem is könnyen, de nem sikerült megoldani a Mayer Dávidnak. Mayer Dávid tovább pattan, kihozzák a fekete-fehérek, sőt ezzel fordulhatnak 3-2-ben. Hát a túloldalra csak éppen a játékostás háta mögé ment, Arany Dávid háta mögött hagyta a labda a játékteret végül. Marad a 0-0, 13. perc a meccsen. Hantos. Jön az ívelés, egyelőre még nem. Ugye a Sárépszer nagyon sokszor fellövi a labdát, és abból próbálnak helyzetet kialakítani. A másik oldal inkább a passzokban bízik. Gyakorlatilag két teljesen ellentétes harcmodort látunk eddig. Balog László tette tovább ki a szélre. Egy jó megelőző szerelést Wachlertől, és most próbálnak fordulni a pirosak. De nagyon erős volt ez a passz. Mayer tette Vargához, róla pattant ki végül. Cserélnek a fekete-fehérre, érkezik Nyakas 9-essel. Egy eladott labda. Az lövő helyzet lehet, ott új, de szép csel, gyönyörű gól. Egy eladott labda, Seffer adja a labdát, és a 14. percben megszerzi a vezetést a Sárépszer, a gólszerző Mayer Dávid. Valamelyest többet birtokolt a labdát, és többet támadott eddig a Pasak a Dávid kis Kft., és ehhez képest most elég volt egyetlen hiba ott a védekezésben, és ez gyönyörűen használta ki a pirosak támadója Mayer, aki szépen tisztára cselezte magát a kapus mellett, és elhúzta a labdát, aztán begurította a hálóba, ezzel vezet a Sárépszer jelen pillanatban. Most a másik oldal szerez labdát, jön Nyakas, viszont jön a kapus, és végül elütötte onnan a veszélyes helyről. Szabó. Látjuk, mennyit használ a meccsnek ez a gól, Seffer indul el, ő veszített ugye a labdát a gól előtt. Vaklev.
A Varga felé, túlságosan hosszú dobás lesz. Ismétlés. Jó, befejeztél, köszönöm. Balogh László teszi előre nyakas irányába. Nyakastól kicsit elpattant, ez pont elég volt, hogy megszerezzék a pirosak. A lövés mellé is, fölé is. Kovács lőtte el, nagyon sok választása nem volt, mert ketten voltak csak elől. Simka elől tisztáztak. Seffer kapja vissza, még egyel tovább, nyakas. Marad a pasa kebabnál. Kleiber dobhat majd. Keresi nyakas, de kifejelik. Újra kell kezdeni az építkezést. A hátrányban levő csapatnak 1-0 ugye a Sárépszernek. 14. percben Majer lőtt az eddigi egyetlen gólt. A szép, viszont szabálytalan szabadrúgás lesz. Seffert akasztotta meg, az induló csel után Mrázik. Két tagú lesz a sorfal. Métert jött a sorfal előre, így szép súnyiban, úgy de szép volt. Ez pontosabban teszi középre nyakas, akkor az veszélyes is lett volna, így viszont nem. Szabadrúgás, veszélyes játékért. Wachtler a labda mögött. Nagyon nem bíbelődik a sorfa felállításával a hasakebab. Egy ember áll oda. Nem lőtték el a pirosak. Sikerül megtartani Wachtler. Most nagyon kis területen az összes játékos. Le is teszik haza. A nyakas letámad. Hoppá, aztán kapus bele is lövi. De nem lett nagyobb gond ebből a Sárépszer szempontjából. Varga Jenőről ment ki. 18. perc, továbbra is 1-0. Itt van egy induló ember, de nem tették előre a labdát. Ha jól láttam, akkor Kleibert indult el a szélen, és bizony nem is volt embere. Varga próbálja megcsinálni a cselt, dobás lesz. Kovács a dobással, egyelőre ott a közvetlen kapu előtt csak Varga volt, aztán most jön a mozgás, Wachtler is érkezik. Befejelik a kapu elé, ez így a kimozduló hálóőré. Szabó senki sem zavarta abban, hogy összegyűjtse. Az kint volt már. Kicsit nehezen viselte most ezt az ítéletet a pasa játékosa. Viszont jó lehet, én is elakad, jó volt a blokk. Sőt, el is hozza, új, de szép cselekkel. Nyakas. Viszont kiváló volt a labda hozatal. Jó volt a blokk. Balogh László volt az, aki egy jó megindulása és egy jó csellel azonnal létszám felén tudott teremteni. Más kérdés, hogy ebből sem tudott most gólt lőni a fekete-fehér mezes gárda. Kleiber mozog a hosszú irányba, nyakas találta meg végül a bedobás. És a versenyfutás. Szabadrúgás lesz. Pontosan a félpályáról jár a szabadrúgás majd.
Mayer. Mayer lövi el, könnyedén blokkolják, Varga viszont visszaszerezheti, meg is teszi ezt. Wachtler. Megint csak jó volt a védekezés. Egy kötény. Lukasról megy ki megint. Ez a kapusé. Szabó. Azonnal dobja ki oldalra. Sinka. Balogh László. Egy picit jött a háta mögé Kleibertnek, úgyhogy ezt már nem tudta bent tartani. Egyértelműen az első félidő hajrájában járunk, 1-0-ra vezet a piros mezben játszó Sean Rebsamen találatával. Elég komolyan húzták, vonták egymást ott a játékosok. És befelé ítél szabadrúgást a játékvezető, a támadó csapatot segítette. Megint csak Wachtler fogja leállítani a labdát. Nem volt egy kellemes lövés, Mayer szúrta rá, és bizony Szabónak kellett védenie. Az oldalvonalon ment ki, hogy dobás következhet. Le, hoppá, csak oda piszkált egy láb, és végül kapura is lőtte azt Kovács. Szabó védte ezt is. Túl sok már nincs a bajnokságból, illetve hát nincs már az első fél időben se, de a bajnokságból sem. Nagyon. Mert olyannyira, hogy a Sárépszernek ezen kívül még két meccse lesz majd a Bajronnal, illetve az utolsó fordulóban a Bádogossal. A Pasásokra azért egyet több találkozó vár, majd ezután a meccs után játszanak a Bádogossal, aztán a Fejérvár Speddel, majd a Fortranszal. Szép, a kapus hozzáért, sarokrúgás lesz. Balogh László szúrta rá, gyorsan elvízik a szögletet. A fekete-fehérek, a cselek most nem jönnek be, aztán volt egy kis visszarántás előnyszabályt mutatott a játékvezető. Wachtler. És jó volt a megelőző szerelés Balogh Lászlótól, dobás lesz. Ez veszélytelen. Kleibert próbálta betenni oda kapu elé. Az jó lehet, kimozdult Szabó. Sinka, beleérnek szöglet. Az utolsó előtti percben járunk az első fél időben. Nyakas fogja elvégezni a szögletet. Most teszi be, van az érkező, de nem volt jó a lövés, úgyhogy dobhat a Sárépszer. Wachtler. Ez egy szép volt, de eredménytelen szögletet mutat a játékvezető, ebben most nem vagyok biztos, hogy jó döntés volt. Wachtler odalépnek a lövésbe, nyakas tisztázott, de még mindig a Sárépszernél a labda, ők dobhatnak. Wachtler ezzel is. Az viszont Szabóé. Thank you.
Ismét csak sárőkszer dobása, hosszú oldalon próbál meglépni az egyik játékos, Mayer. Későn szóltak neki a többiek. És ebben a pillanatban vége az első fél időnek, a szünetben, tehát a Sárépszer 1-0-ra vezet Mayer góljával. De meglátjuk hamarosan, hogy ki hasznosította jobban a pihenőt itt az első fél idő után. Ki kap egy kicsit új erőre, azért valljuk meg őszintén, nem ez a legjobb meccs a szezonban, az egészen biztos. Most jönnek a pirosmezesek, és akkor kezdetet a második fél idő. Remélem azért gólokban is gazdagabb lesz majd a folytatás, mint ami eddig volt, hogy egy gólunk van az első 25 percben, azt Mayer lőtt a 14. percben, az viszont legalább szép gól volt, ahogy megindult itt a félpályáról, Mayer szépen elment, kicselezte a kapust és úgy gurította hálóba. Na ezzel a góllal vezet a piros feketében játszó Sárépszer a Pasa Kebab Dávid kis Kft. Ellen 25 percnyi játék után. Nem hozták túl kellemes helyzetbe a játékos társakot, Kovács Tibort, a Sárépszer védőjét. Wachtler. Azt túlságosan alá, mint a kapus bedobás lesz. Ugye Mayer Dávidnak a 8. gólja volt a szezonban, amit most lőtt. Bedobás lesz. Balogh Zoltán kezében a labda, és várja a hosszú oldalon. Van érkező ember, úgy, de szép védés volt. Balogh László futott fel a hosszún, bólintott, és bizony védenie kellett, nem is kicsit hontosnak. Aztán most indult a vadászat, megvan a labda, jól van, akkor nem kellett nagyon sokat vadászni. Minimális mozgás egyelőre középen, mondhatnám semmi, inkább ez jobban tükrözte volna a valóságot talán. Szép összjáték, de kiemelik a pirosak, aztán most figyelni kell hátul, hogy ne legyen belőle baj, viszont még így is lehet. Bizonyám, hogy lehet. Szabad rúgás. Sorfal. Mayer. Megurítja a sarokra, illetve legurítaná a játékostársnak, mert nem jól tette le. És végül a piszkál egy láb. Balogh dobhat. Balogh László. Balogh Zoltán. Balogh László. Az jó induló cselnek, opá, aztán kicsit belebonyolódott, de tovább tudja tenni. Az a mentés viszont lehet, hogy sokba fog kerülni, mert ott van a lövőhelyzet, üres a kapu, és be is lövik. 28. percnek van az egyenlítő találat. Sinka Rajmond a gólszerző. És bizony mindez abból indult ki, hogy a Sárépszer meg akarta menteni a labdát az oldalvonal mellett, bizony néha érdemesebb kiengedni, mert azzal, hogy egy ilyen kétségbe esett mozdulattal odaért az egyik játékos, és gyakorlatilag a saját kapuja felé passzolta, hát azonnal gól helyzete lett belőle a Pasa Kebab Dávid kis Kft.-nek, és bizony ki is használta ezt végül Sinka. Szóval néha szerencsésebb hagyni egy bedobásra a dolgokat. És keresztbe. Sinkának ez volt a második gólja a szezonban. Varga tette hátra, aztán Kovács indul meg. Úgy között a védő és a támadó, de nem történt szabálytalanság. Ez viszont szép labdaszerzés így Mayertől. A lövése már nem jut idő, ahogy befordult a támadó, úgy találta el a védőlábát. Jó
volt a megelőző szerelés, közben már a másik oldalon Wachtler, a hosszú oldalon van érkező ember, jön. Megint csak Sinkai, szép mozdulattal lőtt el. Egy picit lassabb ez a bedobás, nem jön annyira magasan, akkor ez még veszélyesebb is lett volna. Nem vették komolyan egy picit. Sárép szeresek, a hosszú oldalon érkező Sinkát, aki majdnem megszerezte a második gólját. Wachtler szerzi meg és indul előes léptekkel. Sinka trafálta el tenibe. Wachtler kell fel. Kemény ütközés volt, szabadrúgás lesz. Ez könnyű egy zsákmány a kapusnak. Szabó gyűjtötte össze. Ez jó passz. És még szerencséje is volt. Jaj, de szép támadás! Az igen, az gyönyörűen csinálták ott meg Balogh Zoltán, illetve Tóth Róbert. Előbbi lőtt végül, de aztán itt az újabb helyzet, és megint csak Hantosnak kell védeni, hát most felpörgött a góltól. Pasak el a bárjuk kis KFT, aztán egy újabb próbálkozás, ez már fölé ment. Kleiber durrantotta rá. Varga Jenő veszített labdát. Wachtler le is jön most ezzel a jobbző ütközés után. Jön helyére. Hármasan rázik. Az kint volt már. Ez bizony a pirosak dobhatnak. Na nézzük, mihez kezd ez a sárépszer. Egyelőre nem sok mindent. Védekezett a fekete-fehér csapat, sőt, jól is támad, aztán, és nem volt jó a visszapassz. Balogh volt az, a védő, a hátsó ember Balogh László, akkor megindult vele, kényszerítőzött Balogh Zoltánnal, de röviden jött vissza a labda, úgyhogy nem tudta már az üres kapuba betenni. Szabad rúgás most viszont a Pasának. Na nézzük, mit hoznak ki belőle. Jó volt a blokk, nem volt csúnya. Balogh László lőtte rá. Aztán még egy, ó, az igen. Abban volt Kraft. Van dolga bőven Hantosnak. Az sem csúnya, megint csak Balogh László kapásból. Mondom, felpörgött a Pasakeva Dávid kis KFT-t, de nem vezet, hiszen egy-egy az állás, ezt mindenki nem volt a sárépszernek, a második félidő elején tudott egyenlíteni a fekete-fehér mezes csapat. A pirosok dobhatnak. 34. perc, tehát több mint 4 óra azért hátra van még. Az idő még nem sürgeti egyik oldalt sem. Tehát, ha ilyen döntetlen marad az állás, akkor bőven elég az utolsó percben egy gólt lőni. Sikerült belecsúsztatni, de felszabadítani nem sikerült, tökéletesen fordult el Balogh Zoltán, és a 34. percben megfordítja az állást a Pasakeva Dávid kis KFT. Kettő egyre vezet a fekete-fehérmezes gárda, és most fordult a kocka, hiszen a sárepszernél volt az előny, most már a másik oldal van jobb pozícióban. Arany Dávid.
13. Belépnek újabb dobás, megint csak Arany Dávid próbálkozhat majd, úgy látom. Ez pedig így szöglet, a visszafutó Sinka lőtte ki az alapvonalon túlra. Jó volt a blokk, Arany lőtt. Most itt ragadtak a csapatok ennél a kapunál. Ezek nem tudta megtartani. És megszerzik a pirosak. Varga lövi el, megfogja a kapus. Jobben erő Varga Jenő próbálkozásában, úgyhogy könnyedén kapta fel a Szabó. Most a második fél időben egyértelműen jobban futbolozik a Pasa. Ezért az első fél időben is többet birtokolta talán a labdát, de ezért nagyon nagy helyzeteket nem tudott kialakítani. Még az ellenfél annyiból jobb volt, hogy ez egy igazán nagy lehetőséget az Gula is váltotta. Az de jó volt, és a lövésem csúnya, de elmegy keresztbe a kapu előtt. Kicsiben végül, dobás helyett, és ez sem bizonyult jó taktikának, 3-2-ben mennek. Az a helyzet, és rossz a keresztpassz. Balogh Zoltán. Az túlságosan magas, ezt elnézte Hontos. Balogh László. 37. perc a meccsem. Szép az indulás, ugye a játékvezető. Balogh László. Jó az induló csel. Fönnök a Tóth. Arany tenni keresztre, de megint csak Balogh László jól lép ki a védelemből, és villámgyorsan mehetnek megint a fekete-fehérek, azt túlságosan erős. Azt nem érhette el Sinka. Már jelentettem azért, a dobogóhoz nagyon közel van a Pasa Kebab, 6 ponttal hátrány jelen pillanatban a Masterplasttal szemben. De ami a bajnokság további állását illeti, elől azért eléggé simán nevezett a bádogos Gréco Petról, amely 43 pontos, 38 pontja van a Döcösnek, tehát igazából 5 pont a különbség, viszont a Döcösnek egy ilyen több meccse van. 32 pontos a Masterplasz, szép lövés közben Mayertől. Ezzel a harmadik, negyedik a Pasa Kebab, Dávid Kis Kft. 26 ponttal, 25 pontos a Ring, 24 pontos a Boyron, 22 a Sárépszer, aztán jön az Alsóház nagyjából innen, 19 pont a 8. a Fehérvárspad, 16 pont a 9. a Pelszotul, 10. a Fortrans 12 ponttal, és mindössze 3 pontot gyűjtve 11. az Alba Csaba. Így fest most a bajnokság, tehát 4 fordulóval a vége előtt, mert tehát ezzel a fordulóval együtt 4 van vissza. László egy kicsit játszogathat is fele, aztán növi fel, nem túl pontosan. 39. perc, 2-1 a fekete-fehér mezben játszó Pasa Kebab Dávid Kis Kft.-nek. Ezt a fordulót illeti a Fehérvárspad a Masterplasttal játszott, ott azért egyetlen a Masterplaszt számít itt esélyesnek a forduló előtt. Aztán Fortrans a Döcössel, tehát 10. a másodikkal, ott is azért viszonylag a lánynak simának így érkezik a mérkőzés a bádogos Gréco Petróval, és az első helyezett a 9. Penszotullal,
meccsel majd, míg a 5. ringi BMP a 11. alba csavarra. Közben egy helyzet, elrontja a balog, nevezetesen Zoltán a három balog közül. Csak fordulhat, Balogh László, Balogh László, így, de önzetlenül passzol, nyakas pedig telibe lövi a kapust. Ezért most már rengeteg helyzete van a győzelem bebiztosításához. Pasakjavab Dávid kis KFT-nek, de egyelőre nem nagyon jön össze. Nyakas. Nyakas, a szél, és egy nagy védés hantastól, újabb lehetőség. Na, ilyenkor szokott ugye azért ez visszaütni, hogyha kiadja egy csapat nagyon sok helyzetet egy gólos vezetésnél, mert ebből akár lehet egyenlítés is. Ugye az első félidőben is elég volt egy megugrás a Sárépszernek, hogy megszerezze pedig egyetlen gólját. 2-1 jelen pillanatban. Ugye van még azért 10 perc a meccsből. Az egy rossz passz, nem indult el a játékostárs. Majer nem számított arra, hogy Varga ott leteszi neki, pedig mondjuk ott azért lehetett volna számítani erre. Balogh László szerintem a meccs legjobbja, teszi előre. Nyakas. Á, számított rá. És ez így helyzet lehet. Jön a kapus, de nem tudja ellőni mellette Varga. Pedig ez helyzet volt. Ez megint csak egy jó labdaszerzés, visszakerül Vargához. Varga, a lövés, és igen, hát erről beszéltem. Kimaradnak az egyik oldalon a helyzetek, akkor jön a büntetés. A 42. percben kiegyenlít a Sárépszer. 2-2. És megint csak Majer a gólszerző. Kilenc gólos most már a bajnokságban, és ebből kettőt a mai meccsen rúgott, egyelőre ezzel tartja X-en a csapatot. Nem volt még kin. Balogh László belekészül, de ez csak ott a kapu melletti Molinót veszélyeztette. Mivel harmadik perc, 2-2, és bizony a második fél időben azért a Pasakeva Mlávit kis KFT-nek rengeteg helyzete volt. 2-1 után akár öltek volna még legalább hármat, nem sikerült. Szabad rúgás a pirosaknak. Na nézzük. Majer a labda mögött. Két tagú sorfal, Majer. Nem lövi el, legurítja. A lövés veszélytelen. Mrázik durrantotta rá, aztán villámosan vissza is zárnak a piros-feketék, hogy ne lehessen gyorsan fordulni. Kerül visszaszerezni, a fekete-fehéreknek Sinka lőtt el, veszélytelenül. Negyedik perc, 2-2. Pasakjavab Dávid kis KFT Sárépszer meccs. Lesz egy győztes gól, ez itt a nagy kérdés. Ugye egy-egynél mondtam, hogy bőven elég a végén, akár az utolsó percben ezt megszerezni, hát meglátjuk, hogy megszületik-e. Utána ugye lett egy gól itt, egy gól ott. Az egy nagyon rossz visszapassz. Dobhatnak a pirosak. Csak Varga előlegi előre, de ő megtartja, ráfordul mellé.
Hát amit lehetett kihozott ebből Varga, ennél több nem nagyon volt benne. Figyelj nagyon! Való László. Ennyi, egy. Scheffer. Scheffer piszkálnak oda, megtartja a labdát. A fekete-fehérmezes csapat, Kleiber tovább, aztán megint Scheffer, Nyakas. Nyakas vissza, egyel tovább, na, ott van középre, túl erős volt a passz, elpattant Scheffertől, és így már sikerült tisztáznia Mráziknak. Balogh László. Kleibertől kapja vissza. Rákészül, és bizony hontosnak kell kapaszkodnia. Teszt egy rendesen hontost, Balogh. Jön, megint a fejes, és beleír hontos. Szerintem nem nagyon tudja, hogy pontosan hol van a kapu, mert szerintem ez fölé ment volna, de azért biztos, hogy biztos belepiszkált, most a túloldalról jön szöglet. Cserélnek közben a pasánál. Kleibert jött le. Ó, de szép találat, és a frissen beállt. Éppen mondani akartam, hogy bejött Balogh Zoltán, és ő szerzi a gólt a 46. percben. Három, kettő ezzel. És bizony most már a Sárépszernek nincs sok ideje. Picivel több mint 4 perc talán. Majer indul el, tovább engedték. Szöglet. A lövésú. Nyakasról jött le, nem fújták le, és ezzel viszont mehet a Balogh, és megint csak véd a kapus, a kipattanó viszont még ott van a pasásoknál, dobás lesz. Ilyet nem fújnak be büntetőre, amit itt reklamálnak a sárépszeresek. Varga pörgetni tovább, szabad rúgás a félpályáról. Mrázik, hát simán tudott csalni 2 métert szabadrúgás helyével. Beleért valaki? Beleért valaki, igen, ezek szerint Scheffer fejéről ment ki a fejes fölé. Varga mozgott a labda felé, és ő is tudta fejelni, de fölé ment egy jó 30 centivel céltévesztett Balogh László. 48. perc a meccsen. Ez kirúgás lesz. Hontos azonnal rohan, hiszen most már azért sürgeti az idő a Sárépszert. Ugye ők vezettek a szünetben 1-0-ra, onnan fordította Pasakeval Dávid kis Kft. 2-1-re, aztán a Sárépszer ki tudott egyenlíteni, de a 46. percben Balogh Zoltán második góljával megint csak a Pasát jutott a vezetéshez, így alakult ki a mostani 3-2-es állás. Varga. Brázik. Majer. Érjük a Sárépszerben mind a 2 gólt, az jó meglátás. Ááá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 
Szabó, Balog. Mármint Zoltán, utatja tovább a labdát, ú, az nagyon csúnya belépő Mayertől. Elég keményen oda pakolt Mayer Scheffernek. Balog, hoppá! Nem volt rossz lövés. Ráfordulni, az pedig így szöglet. Hát ez a legjobb taktika most a Pasának, ott tartják a labdát az ellenfél kapujánál. Ez bőven jó most. Scheffer. Na most talán még le tudna fordulni. A Kudos Mezes csapat, de nem tud, mert visszaszerzik a Pasások a labdát. Az úgy szép.
Na, hol van, csak sikerül ki pöttyelni Mayer. Varga, pörgetni tovább, de pontatlan. Cselesen próbált és háromszor elindulni, de a fekete mezesek jönnek, miközben már az utolsó percben járunk a meccsen 3-2-nél. Nyilván a pasakerek nem fogja elsietni. Seffer. Megtalálja a nyakast, a bedobással a nyakas, és megfogja Hantos. Nem ment ki. Ajj, viszont nem tudják kihozni a sárépszeresek. Megint csak ott a helyzet, és ez benne is van. Most már megvan a Mester 3-as a Balogh Zoltánnak, az 50. percben eldől a meccs. Próbált sietni a játékkal a sárépszer. De itt az utolsó 5 percben eldőlt a meccs, 4-2-re nyer a találkozón a Pasakeval Dávid Kis Kft. A Sárépszer ellen. Kedves nézőink, Tarkári Lokatőr kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, Németh Zoltán. Hallották a véget, tehát 4-2 a Pasakeval a Sárépszer ellen.